Sziasztok! Biztosan veletek is előfordult már, hogy valamelyik kínai webshopon olyan kedvező árakat találtatok, ami gyanús volt. Viszont nem tudtatok ellenállni a kísértésnek, és inkább megkockáztattátok, hogy megrendelitek azt a terméket. Nos, így tettünk páran mi is, akik napelemrendszert üzemeltetünk, szigetüzemű napelemet, és nagyon jó lett volna, hogyha ilyen lítium-vasfoszfát akkumulátort ilyen áron be lehet szerezni. Hiszen tényleg annyira olcsó volt és szár, együtt is, hogy egy 160 kg-os pakkot Kínából elküldenek ide hozzánk 32 ezer forintért, és nem is féltéglát kapunk abban a csomagban, hanem egy valóban működőképes lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomagot. Úgy gondoltuk, hogy ezt a 30-32 ezer forintot ezt megkockáztatjuk azért, hogy, hogy megrendeljük ezt az akupakot, hiszen ha bejön, akkor nagyon jó jártunk, ha pedig nem jön be, akkor 32 ezer forintot buktunk, és ez lesz a tanulópénz. Viszont úgy tűnik, hogy van egy jó kis mentőövünk, amivel visszaszerezhetjük a befizetett pénzünket, és semmisé tehetjük a megrendelésünket. Ez a megrendelés az AliExpressen történt, és szerencsére az AliExpress védi a vásárlók, és úgy tűnik, hogy hogy kártalanítja ilyenkor őket. Nem tudom, hogy rögtön átutalják-e annak a webshopnak, annak az üzletnek a pénzt, amikor mi elutaljuk, tehát hogy közvetlenül kapja -e meg a webshop, vagy az AliExpressnél van ez letétben, és amikor majd meg, megvalósult az üzlet, akkor fogják átadni a shopoknak. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű csalások sajnos azt fogják eredményezni, hogy előbb-utóbb az AliExpress változtatni fog az üzletpolitikáján, mert úgy látszik, hogy néhány kínai üzlet ezt megpróbálja kihasználni. Pedig azt gondolom, hogy odakint Kínában azért az ilyen csalásokat nem szokták jó néven venni, és ott nem néhány éves börtönbüntetés jár az ilyesmér, hanem ott nagyon könnyen ki is végzik az ember tudomásom szerint. Hát nem tudom, hogy érdemes -e nekik ezt kockáztatni. de nézzük is meg, hogy hogyan kaphatjuk vissza a pénzünket. Itt láthatjátok az én rendelésemet, ugye 32 ezer forintért 3,2 voltos, 320 órás, 48 voltos rendszer ehhez ilyen vasfoszfát akkumulátorokat rendeltem. Ebből egy 8 csomagot rendeltem, tehát jól látszik, hogy 4000 forint egy ilyen pak. Ez egyébként szerintem 4 darabot tartalmaz ebből, tehát hihetetlen kedvező áron van. És 32 000 forintot fizettem összesen, tehát még egyszer mondom szállítással együtt. Nos, hogyha vissza akarjátok kapni ilyenkor a pénzeteket, akkor elmentek ide, hogy Open Dispute, itt a szállítási státusznál itt ki kell választani a második lehetőséget. Itt pedig ezt az első lehetőséget, a Steel Transit. Ugye azt írja most a csomagkövetés, hogy úton van felénk a, a csomag, holott ez nem igaz. És itt tudjátok kiválasztani ezt a tehát itt tudjátok kiválasztani ezt a lehetőséget, és ide pedig alulról be tudjátok még írni, hogy esetleg milyen problémátok van, milyen észrevételetek van, és amikor ezt elkülditek, erre néhány nap lehetősége van annak a, a shopnak válaszolni, akitod a terméket közvetlenül rendeltétek. Tehát ezt nem az AliExpress-nek írjátok, hanem ezt magának, annak a shopnak, ahonnan a terméket rendeltétek. Na most levente barátomnak azt küldték vissza, hogy nem fizetik vissza az összeget, hanem várjon, mert már szállítás alatt van. Viszont a, a trekkingből, tehát a csomagkövetésből nem ez derül ki. Sőt, ha itt is rámegyek a shopra, nézzük meg akkor 404-es hibát írt. Tehát már nem létezik ez a, a shop, ahonnan ezt rendeltem, tehát nagy valószínűséggel egy csalás áll az egésznek a hátterében, és nem is fogunk tudni utána menni ennek a, a dolognak. Jó, és akkor ide én már beírtam azokat az információkat, amik fontosak voltak, tehát hogy 13. december 13-ára ígérték, hogy akkor érkezik meg ez a... a a csomag számomra, de ez nem történt meg. És egyébként is a fiú kipróbálták, hogy a csomag követő számban, hogyha megváltoztattak egy-egy karaktert, akkor egy egészen más országba való kiszállítás jelent meg. Tehát mi, amint hogyha ezek így elő programozva, hogy egy bizonyos trackinghez, tehát egy ilyen csomagkövetéshez milyen információt írjon ki. És valószínűleg ezek nem, nem valós információk, ezt le is írtuk ugye mindketten a, a a shopnak, és nyilván ezt majd látja az AliExpress is, tehát erre majd reagálnia kell, és amikor majd megkapjuk a választ a shoptól, ott lesz lehetőségünk rá, hogy azt válasszuk, hogy be akarjuk vonni az AliExpress-t ebbe az egész dologba, és gyakorlatilag ezzel azt szeretnénk, hogyha ő intézkedne ebben az egészben, és Levente barátomnak már vissza is utalták a pénzt, és gyakorlatilag rá kell csak kattintanunk ide a küldés gombra, azt írja, hogy minden rendben, elküldtük. Itt most olvashatjátok a teljes szöveget, hogyha esetleg ti is hasonlót szeretnétek beírni, de azért ne egy az egyben másoljátok ki ezt a, a szöveget. Jó, és most arra várok, hogy válaszoljon, illetve hazudjon majd valamit nekem az üzlet. Időközben meg is érkezett a shop válasza, amit itt a refund and return menüpont alatt találok. És itt... Itt található, amit válaszoltak. A válasz ennyi volt, hogy szervusz barátom, a csomag úton van, várj türelmesen. Tehát szerintük ez, ez így rendben van. És itt küldtek is nekem egy ilyen képet, amin így végigkövethető, hogy éppen Hol van az én csomagom, és látszik, hogy 12.-26-án elvideg megérkezett az én célországomba. Tehát, hogy a postára érkezett, ami, ami nem igaz. Tehát, hogy 12 26 -a óta az én már illet volna ideérnie. Egyébként közben beszéltem másokkal is, és ők is ezt mondták, hogy már nagyon régóta ez van a csomagkövetésben, hogy a célországba érkezett a csomagjuk. És azóta sem mozdul semmit. És itt jön a lehetőségünk, hogy visszautasítsuk ezt. Tehát nem az Accept, hanem a Reject All-ra kell rákattintani. És itt elvileg megjelenik majd az a, a lehetőség, hogy az aliexpress bevonjuk ebbe a, az egészbe. Igen. Itt jelent meg egy kis szövegdoboz, amiben három választási lehetőségünk van valójában. Pedig csak azt gondolnánk, hogy kettő. Yes, I'm sure, az első. A másik pedig a No Keep My Original Proposal, tehát ez a kettő között tudunk választani, illetve itt van egy másik lehetőség is, az, hogy bevonjuk az AliExpress-t ebbe az egész dologba. Nézzük meg, hogy mi történik, ha bevonjuk az AliExpress-t. Hát nem történt igazán semmi, valószínűleg látni fogják az AliExpress-nél a mi kommunikációnkat annyit láthatunk itt változásként ezen a kis idővonalon, hogy innen a másodikról átugrott egy harmadik, hogy az AliExpress Steps In, tehát hogy be vonva az AliExpress ezekbe a lépésekbe. Itt részletesen pedig az látható, hogy most már az AliExpress kezeli ezt a dolgot, tehát nekünk már igazából nincs teendőnk ezzel a dologgal, és tájékoztatni fognak belünket a részletekről, hogy mi is történt. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag tényleg átadtuk az AliExpress kezébe az intézkedés lehetőségét, és nekünk sok teendőnk mindentől kezdve nincs, hanem várunk arra, hogy az AliExpress intézkedjen helyettünk. Valószínűleg ez az a shoppal egyébként már nem első alkalommal volt probléma, és valószínűleg én is megkapom majd ezt a visszajelzést, hogy visszautolják a, a vételárat. Mindössze egyetlen nap telt el, és már is megjött az AliExpress-től a válasz, hogy semmisnek veszik a megrendelésemet, és visszautolják a vételárat ezt a 32 ezer, 5 forintot, és ez 3 és 20 munkanapot fog igénybe venni. Így hát gyakorlatilag le is záródott az ügyem, megoldódott a probléma, és hiába volt ez a csaló cég, biztonságban volt a befizetett összeg, és tényleg teljesen korrekten járt el az AliExpress, és visszautalja a pénzt. Nézzük meg, hogy mit találunk az AliExpress oldalán. Korábban, amikor bevontam az AliExpress-t ebbe az ügyletbe, akkor ugye itt volt még élőben az a visszajelzés, Viszont most már semmi nincs. Tehát innentől kezdve semmi teendőm nincs, mindent az AliExpress szintéz és vissza fogja utalni a pénzt. Azt gondolom ez a korrekt eljárás sokak számára nyújthat megnyugvást. Remélem ez a videó segít majd nektek, ha hasonló helyzetbe kerültetek, és vissza szeretnétek kapni a pénzeteket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!